Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, kívánom rátok Isten gazdag áldását. Jó az Úrhoz közel jönni, és jó az Istennek a jelenlétében tartózkodni. A Korintus levél azt mondja a mi számunkra, amelyet a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen örök, igen nagy és örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezt ígéri az Isten azoknak az embereknek a számára, akik hisznek ő benne, akik akarják őt megérteni. És mondhatnám nagyon röviden azt, hogy kereszt nélkül nincs korona. Ezt akarja az Isten, hogy jussunk el az üdvösség útjára, és értsük meg, hogy ő milyen utat akar adni a számunkra, és ezen az úton való járásba ezeket a kincseket, ezeket tudjuk felfedezni. Testvérek, álljunk fel, és egy imával kezdjük meg a mi összejövetelünket. Atyám, úgy jövünk eléd, mint örökösök, mint fiak, akik a te ígéretedben részesültek eddig is. És úgy jövünk eléd, Uram, akik bízunk a te tervedben. Köszönjük, Atyám, a te jóságodat, a te szeretetedet a mi életünkben, és köszönjük, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Uram, a ma délutánnak órájában is te látogassál bennünket, meg idősz közöttünk, és a te kenetet hadd nyugodjon meg, Uram, a gyülekezetnek az életén, az evangéliumon, a hirdetett drága beszédeden, az igazságnak beszédén, és mi téged akarunk szolgálni, Atyám, akarunk téged dicsérni, és mindenben akarjuk látni, Uram, hogy mire van nekünk szükségünk azért, hogy még gazdagabbá tudjál tenni bennünket, hogy tudjál adni a mennyei gazdagságból. Áldunk és magasztalunk téged, Uram. Áld meg a hallgatóságnak a szívét, áld meg a szolgálatokat, Uram. Bármilyen szolgálat elhangzik, az a te dicsőségedre legyen. És te látogassál bennünket, te add a te áldásodat, és mi téged imádni és magasztalni kívánunk. Minden időben, Atyám. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, a 340-es számú énekszámot énekeljük, Jézus, te égi szép, zöld énekeskönyv, 340-es számú, ebben kezdjük meg a mi összejövetelünket. Thank you.
Kedves testvérek, Isten igéből fogunk olvasni, mi pedig a Pál levele, Korintusbeliekhez írt második levél, negyedik rész, hetedik versétől fennállva. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostol, második korintusi levél, negyedik rész, hetedik verstől fogjuk olvasni. Isten igéje így hangzik. Ez a kincsünk pedig cserépen egynekben van, hogy az erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézusnak az élete is látható legyen a mi testünkben. Eddig az ige. Imádkozzunk. Atyám, hála van az én szívemben a Te ígédet. Uram, hogy jöhetünk Te eléd, és Te egy olyan Isten vagy, aki keresed az emberrel való találkozást. És nem csak a találkozást keresed, Atyám, hanem útba akarsz bennünket igazítani, szólni akarsz hozzánk, és adni akarod, Uram, azt az erőt, amire szükségünk van. Nem csak erőt adsz, hanem adsz a Te gazdagságodból is, Atyám. Segíts, Uram, hogy megértsük a Te ígédet, és mi hálás szívvel, néked hódolva, téged dicsérve, áldunk és magasztalunk. Minden időben, Atyám. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet és a dicsőítő csapat szolgálatát kérjük. Thank you.
Nagyon sok igazságot hallhatunk ki a énekíró szavaiból is, és ez összekapcsolja az Istennek az igéjét, azt gondolom. És ezt jó átélni, ezt jó megtapasztalni. Az ige arról beszél, egy olyan kincsről beszél, ami kell, hogy meghatározza a te életedet. A délelőtt ige, aki olvassa, ezt tudja, hogy azt mondja, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Az éneklésben azt énekelték a testvérek, hogy ott akarok lenni, ahol te vagy. Minden nap a te jelenlétedben. Nem akarlak távolról látni, vagy magadhoz közel. De a te szíved és az én szívem hol van? Hol tart az én életutam? Milyen kapcsolatban állok a Mesterrel? Hogyan tudom ezt megvalósítani az én életemben, ezt a drága igét, amelyről azt mondja Pál apostol, hogy ez a drága kincsünk, ez a cserép edénybe van elrejtve. De amiről szól a mi éneklésünk, amiről kell szólni, ami mindenfajta szolgálatunknak, az Krisztus. Az a Krisztusnak az evangéliuma, az örömhír. És ezt tudja megváltoztatni az embernek az életét, és az kell, azért mondtam már a szolgálatom elején a bevezetőben, hogy kereszt nélkül, testvérek, nincs korona. A keskeny úton való járásban harcok vannak, nehézségek vannak, de Krisztus akarja látni a te életedet, a te szolgálatodat. Az én viszonyulásomat, hogy én milyen kapcsolatban vagyok a Mesterrel, és mikor ezeket hallom, mikor énekeljük, és énekli a gyülekezet, hogy ott akarok lenni, ahol te vagy, akkor ez egy vágynak a megfogalmazása, de kell, hogy ez áttüzesítse a te életedet, az én szívemet, hogy ez a cserépedény, amiben hordozod az Istennek drága evangéliumát, örömhírét, az kell, hogy átformálja a te életedet, akkor, mikor énekelsz, akkor ez legyen valósággá a te számodra. Tüzesíts át a te szívedet, az én életemet, és kell, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Határozza meg a te életedet, az én életemet, a Krisztusnak a drága evangéliuma. És mikor jönnek a nehézségek, a próbák, a harcok, akkor azt mondjuk, hogy én bízok az én Mesteremben, mert ő velem van. Mert igaz, ez törékeny, ez a cserépedény, amiben lakozik a Krisztus, és lakozik az Istennek drága Szentléleknek a temploma, aki vezet és tanít, és minden igazságra elvezeti a te életedet, de közösséged van a megváltó Krisztussal, a drága Mesterrel, és ez kell, hogy meghatározza a te életedet. Akikben hit által él Krisztus, azoknak valóságos közösségük van vele. Testvérek, egy küldetésben kell, hogy járjon a mi életünk, a te életed. Így kezdődik ez a fejezet, amit felolvastam Pál apostol korintusi levélből. Egy küldetésben járunk, egy olyan életben járunk, amelyben meg kell, hogy lássuk az Istennek drága titkait, áldásait, ígéreteit a mi életünkben, és mikor megvalljuk az énekíró által a mi hitünket, hogy Uram, én ott akarok lenni, akkor legyen egy változásra való képesség, egy hajlam, egy olyan jellemnek kell kiformálódni az ember életében, amely Krisztusról beszél, amely arról beszél, hogy én tartozok valakihez. És az a valaki a megváltó Krisztus. Ez jogosít fel bennünket arra, hogy mi mások vagyunk, mint a világban élő emberek. Törvényeink és szokásaink is másak, és nagyobb dolgokra vagyunk elhívatva, ahogy Pál apostol is mondja, mert ő is így lett Krisztusnak hű szolgája, és olyan áldott dolgokba vezeti őt a Krisztus azon az úton, a keskeny úton való járásban, amelyben tudja és akarja használni. De van egy fontos dolog Pál apostol életében is, és mondja neki Krisztus, én megmutatom, hogy mennyit kell neki szenvedni. Én értem. És ez nagyon meg kell, hogy meghatározó legyen mindennyiunk életében. Kereszt nélkül, azt mondtam előbb, nincs korona. A hét nemes és szép harca az nem egy üdülő helyzetről beszél, hanem mindennapos harcok.
A mindennapos keresztnek a felvevése az ember életében az azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy alkalmasabbá váljak a Krisztusnak a követésére, hogy jobban tudjak világítani, hogy nagyobb erő legyen bennem. Hát szüksége van az Isten népének nagyobb erőbe, erőre, ebben a cserép edényben, amiben te élsz és én élek. És mikor Krisztusnak a hívó szavát meghallotta az ember, és oda járultunk, mint akik szomjúhozzuk az Istennek drága igét, és azt mondtuk, Uram, én vagyok az az ember, akit meg kell, hogy tisztítsál, meg kell, hogy újítsál a te drága szent véred által, és azt akarom, hogy engem nagy dolgokra használjál. De ez kell egy igazi odaszánás is. Arról beszél a drága szentírás, hogy folyamatosan tisztítja a mi életünket próbatételekkel, szenvedésekkel, harcokkal, és itt Pál apostol erről beszél. Nyomorgattatunk, de el nem fognak pusztítani. Mert veled van az Isten, és velem van az Úr. Az ő igéje kell, hogy meghatározza a te életedet, az én életemet, a cserép edény, amelyben lakozik a te drága megváltó Krisztusod, kell, hogy ez a drága nagy kincs, ez láthatóvá váljon a mi életünkben. Hogy tudjuk prédikálni a megfeszített Krisztus, hogyan akarunk engedelmes hű szolgává válni az Isten evangéliuma számára. Testvérek, megtörtént a te életedben, az én életemben az újjászületés. Felteszi a kérdést a Biblia és az ige. És önmagamnak is fel kell, hogy tenjem minden egyes nap. Megtörtént-e az én életemben az újjászületés? Ott van ez a kincs, ott van-e Krisztusnak az evangéliuma, a Jézusról szóló örömhír, ami meg tudja változtatni az embereknek a sorsát, mert mi is így változtunk meg. A mi viszonyulásunk, a mi életünknek a minősége így változott meg, és így alakít folyamatosan bennünket, hogy vannak harcok az életünkben, vannak nehézségek, próbák, de tudjad azt, hogy Isten veled van, és soha nem fogsz megsemmesülni, mert megtart téged, de van-e benned élő hit? Délelőtt beszélgettem egy testvérrel, és azt mondja, hogy nagyon sok problémája van. Nagyon sok nehézsége van, fájdalma van. És feltettem pár kérdést neki, és azt mondta, még el tudok jönni az imaházba. Mikor már az ember az ágyhoz van kötve, és ha csak az én édesapámat szemlélem, és ő jut eszembe, utolsó két évben ő már nem volt imaházba, sőt, az előtte való években sem, mert kórházból járt ki, jött és ment. De mindig az Úrral beszélgetett. Neki nem adatott meg, hogy el tudjon jönni az imaházban már az utolsó pár évébe, de kapcsolatban volt az Istennel. És mikor elmondtam neki, hogy mennyi áldás van ebbe, testvér, hogy te még mindig el tudsz jönni az imaházba. Mennyi áldás van abban a te számodra, az én számomra, hogy van halló, füled, érző szíved, és van vágy a te szívedben, és akarod hallani az Istennek az igéjét, az a drága cserépedényt hozhatod ide. Igen, törékeny nagyon sokszor ez a cserépedény. Azt érezzük, hogy hamar össze tud törni. De a te életed, a te szolgálatod kell, hogy tükrözze az Istennek drága igéjét. Ezt nem lehet meghamisítani, mondja Pál apostol, hogy nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt beszédével, hirdetésével ajánljuk magunkat. Kiknek, testvérek, akik körülöttünk élnek, ajánljuk magunkat, hirdessük a Máté 28-at, hogy tegyünk tanítványokká minden embert, azért, hogy nekik is legyen életük, örök életük. És hogy ha van gazdagságod a te szívedben, az én szívemben, ha van gazdagság, ezt muszáj átadni, ezt a gazdagságot. Mert én hagyd mondjam ezt, hogy ez egy mennyei bankszámla számon van tartva, amit a rozsda és a moly azt nem fogja megemészteni. A mi életünkben, a földi részben azt mind itt hagyjuk. Mondja a Biblia, hogy mezítelenül jöttünk a világra, és úgy is fogunk elmenni. Egy marad meg, amit Krisztusért teszek.
Ez az egy, a legfontosabb, hogy amit Krisztusért akarok tenni, és amit Krisztusért szolgálatban, az igazságnak a beszédét, a nyílt ige hirdetésével, ahogy Pál apostol, a tudod ajánlani önmagadat, a cserépedén, de a benne lévő kincset is át tudod adni. Hát akarod-e átadni ezt a drága kincset, amiről szól az evangélium, amely világossá teszi nem csak a te életedet, hanem a mások életét. Jó így megállni Krisztus előtt, és ezt a drága igazságnak a beszédét képviselni, mert akkor tudunk sáfárkodni. Egyszer majd meg kell állnunk az Isten előtt, az igaz bíró előtt, és minden nyíltá válik, mert mi előttünk látni fogja a mi cselekedeteinket, a mi jó cselekedeteinket, a rossz döntéseinket, a nehézségünket, a harcainkat, mindent. Látni fogja azt is, hogy mit rakott a te életedben ajándékként, használtad ezt, sáfárkodtál-e vele, mert tudtál-e gazdagodni, vagy másokat gazdagítani. És ne legyünk olyanok, testvérek, akik kapnak valamit az Istentől, és azt mondjuk, hogy nekem ez nem az én feladatom. Van más, aki sokkal érdemesebb ember van itt a gyülekezetben, aki megoldja, nem? Isten igéje pont az ellenkezőjét mondja, hogy te és én jó sáfárkodjak vele. Nem fog bennünket kimenteni onnan senki ebből a megkérdezésből, mikor az Isten előtt állunk. Azért nem mindegy, hogy az egy drága cserépedény, ami ott van, és hordozod a te életeddel, ezt a gazdagságot hogyan tudod te meghatározni? Milyen kapcsolatban vagy te a Mesterrel? Hogyan tudod elmondani, hogy legyen az én életemben Istennek az akarata? Nagyon fontos, mikor az ember ezt megérti, és mikor ő is megszólaltott a teremtés hajnalán, és azt mondta, hogy legyen világossága a világ mindenségbe, akkor a te életedben is így jön. Csak egy szó kell ahhoz, hogy megváltozzon, mert az ő teremtő szava érvényesül az ember számára. Az az isteni szó hangzik még ma is az evangéliumon keresztül, ami képes megváltoztatni az embernek a sorsát, az életét. Az ige elő tud hívni bennünket a sötétségből a világosságra. De mi is elő tudjuk hívni azokat az embereket, akik szűkölködnek valamilyen módon, akik az isteni gazdagságra vágynak. Mennyire határozza meg az Isten szava, az evangélium, az Istennek az igéje, Krisztusról szóló örömhír a te életedet, az én életemet, a mindennapjaimat. Mikor valaki megkérdez bennünket, téged és engem, mennyire tudunk úgy felelni és úgy megállni, hogy Isten igéje és szava azonnal helyén tud lenni, és tudja, meglássa, hogy te Krisztusnak a szolgálatában állsz, azt a drága örömhírt tudod elmondani és átadni az ő számára. És érkezhet ez ő számára úgy, hogy ez megtermi az ő életébe. Azt a drága áldott gyümölcsöt, hogy övé lesz a jó hír, az örömhír, az evangélium. Isten nagyon személyes Isten. És hagyj fejezzem ki magamat így. Ő személyes Isten, és annyira jó így megszólítani ezt a drága áldott Istent, hogy ő akarja a mi életünket, a te életedet az ő szolgálatába állítani. A hirdetett ige, az Istennek drága szent igéje el akarja végezni mindenünk életében azt a drága reménységgel és bizodalommal teli életet, hogy bízzunk a mi Mesterünkbe, és az ige határozza meg a te életedet, az én életemet. Hogy érkezzen hozzánk úgy az ige, hogy mindig legyen bennünk erő. Az evangélium, testvérek, az Istennek az ereje, én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a mai korban az embernek, az Istennek az erejére. Mindig, mikor megvalósult Krisztusnak a szolgálatában az Istennek az ereje, akkor gyógyított, az ő szavával helyreállt,
felemelt embereket, meglátogatott embereket, még azokat az embereket is, akik másokat abban a történelmi helyzetben, korszakban megvetettek emberek. De ő mégis bement hozzájuk és beszélgetett. Az ő szintjükre szinte lealacsonyodott, hagyd fogalmazzak így. Nem nézte, hogy kivel kell elbeszélgetni, hanem egy volt a célja, hogy teljesítse az atyának az akaratát. Neked is, nekem, a mai korban mi a célod? Mi határozza meg a mi életünket? Az Istennek, az evangéliumnak a drága átütő ereje tud-e úgy szolgálatba állítani téged és engem, hogy fájjon az, ami a másiknak fáj? Hogy együtt tudjak érezni a másikkal, hogy minden olyan dolgot el tudjak végezni, amit Isten akar látni az én életemben, a te életedben. A teremtő ige kell, hogy megvalósuljon a mi számunkra. Ezért kell nekünk élő reménységgel a bizonyságnak fellegeit úgy meghatározni a mi szívünkben, a mi életünkben, és úgy megemlékezni róla, hogy mi ezt a szolgálatot végezzük. Kiért? Krisztusért. Pál apostol is, amit itt felsorol, ezekben a drága igékben azt mondja, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És megállok egy kicsit. Nagyon sokszor azt látom és azt érzékelem, hogy a mai keresztény ember sokszor kétségbe van esve. Azt látjuk önmagunk helyzetéről, hogy nincsen rendben a mi kapcsolatunk az élő Istennel. Ha rendben van az élő Istennel a kapcsolatunk, akkor van bizodalmunk, akkor van erősségünk, Krisztus. Mikor van egy megoldatlan probléma, akkor legyen az a te szívedben, hogy velem van az Úr, mint hatalmas hős. Annyira jó volt megtapasztalni délelőtt is a bemerítkezővel, elkezdtem a felkészítő beszélgetést, és olyan jó volt látni, hogy már van egy alap ismerete a kereszténységről, a Bibliáról. Van egy olyan drága ismerete, amelyben akarja még jobban, hogy kicsúcsosodjon az ő életében Istennek a szeretete. Testvérek, van-e nekünk erre vágyunk, hogy még gazdagabbá tegye a te életedet, még nagyobb kincsekkel elhalmozza az Isten a te életedet, az én életemet? Isten igéje arra serkent bennünket, hogy növekedjünk kell, testvérek, a megszentelődésnek az útján. Minden helyzetben hagyd lássák a mi életünkben, a te életedben a Krisztusnak a drága evangéliuma, és hadd szóljon meg a te szádon, az én számon, hogy az igazság beszéde, az eljusson mindannyiunk életébe. Testvérek, akkor, mikor azt látjuk, hogy sokszor próba van a mi életünkben, és nehéz helyzetek, és emberileg nem látjuk rá a megoldásokat, akkor feltesszük nagyon sokszor azt a kérdést, hogy miért van ez a mi életünkben. Sokszor nem értjük, és nem látjuk Isten szemszögéből a mi életünket. Azt kell, hogy mondjam, azt kell, hogy megállapítsam az Isten igéjében, hogy alázatban kell, hogy tartsa a te életedet, az én életemet az Isten, hogy formálható edényé váljál, hogy úgy tudjon fényleni az én Krisztusban elrejtett életem, hogy még jobban és még jobban megismerjem az Istennek méreható, drága szeretetét és kegyelmet, és még jobban tudjam őt szolgálni, hogy tudjon függeni teljes mértékben tőle. Hogy ne az én saját bölcsességemre hagyatkozzak, és ne az én saját erőmre hagyatkozzak, hanem kérjem az Istennek drága vezetését, Uram, a te dicsőségedre, hagyj végezzem ezt a szolgálatot, és bármit elérek, az nem az én bölcsességem, és nem az én erőmből van. Erre hívja fel Pál apostol a te figyelmedet, és az én figyelmemet az Istennek az igéjéből. Kell, hogy így lássuk, és így lássad a te helyzetedet, hogy a célja a próbáknak az, hogy Isten el akar végezni általad és rajtam keresztül dolgokat. De abban is tisztában kell, hogy legyünk, hogy újra és újra le kell, hogy tegyük. Meg kell, hogy üresítsük önmagunkat. Meg kell, hogy engedjük, hogy újra és újra új élettel, új szívvel, megtisztult énekkel, a bűnbánat kapcsán alkalmassá váljunk arra, hogy
tudjon tölteni a te edényedbe, a te cserépedényedbe, a te életedet meg tudja tölteni az ő drága szeretetével, az ő drága igazságával, és mindenféle olyan gazdagsággal, amit a mennybe ott tartanak számon, nem a földi életbe. Egyszer majd, mikor ott megállunk előtte, akkor mi le tudjuk pakolni ezeket. És az énekíróval is el tudjuk mondani, hogy Uram, én hoztam neked mindent. A felsorolásban majd mi lesz a te részed és az én részem? Hogyan tudok majd megállni az én mesterem előtt? És el tudjuk-e mondani a mai helyzetben, hogy az ő csodája az, hogy ebben a földi életben engem megtisztított az ő drága gazdagságából, az ő kincseiből. Így mondja, hogy ez a kincsünk a cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, ne magunknak, ne önmagunkat dicsőítsük, ne önmagunknak az erejében bízzuk, ha valami olyan drága, gazdag áldás jön a mi életünkben, akkor azonnal az legyen a te életedben, a te szívedben isteni a dicsőség. És mikor ezt az ember úgy hű szívvel és átadott élettel kimondja, annyira jó így megkönnyebbülni az Isten előtt, az Istennek a jelenlétében. Annyira jó látni azoknak az embereknek az életét, akik egyedül ő neki adnak dicsőséget a mai földi helyzetben, a te szolgálatodban. Testvérek, a Lénádalóci gyülekezet hogyan tudja megfogalmazni az Isten dicsőségét a mi életünkben, a mi szolgálatainkban? Hogyan tudjuk felragyogtatni a Krisztusnak a drága evangéliumát? Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kell, hogy az életünkben legyenek bűnvallások, megvallások. Kell, hogy engedjük oda, és oda menjünk az Úrhoz, és azt mondjuk, Atyám, én jövök hozzád, és te tisztíts meg engemet. Megvallom az én bűneimet, és lerakom az én terheimet, és helyébe adjál nekem áldást, adjál Uram, adjál számomra isteni erőt, ami képes megváltoztatni nem csak az én életem sorsát, hanem a másik embernek az életének a sorsát. Mert csak így tudunk a Szentlélek által megszólalni bizonyos helyzetekben. A többi minden más, ha nem így történik, akkor az nem a Szentlélektől lesz. Akkor nem Szentlélektől vezetett emberek leszünk, ha pont az ellenkezőjét fogjuk cselekedni. Ha nem engedjük, hogy, és nem járulunk oda Krisztushoz, hogy Uram, tisztítsál meg engem, vedd el az én bűneimet, akarom újra és újra az új életet, amelyről Pál apostol is beszél, és át akarom élni, hogy milyen az újból, hogy a régi az elmúlt, és újjá lett az én életemben. A ma délelőtt a beszélgetés alatt azt mondja nekem a bemerítkező, Zsolti, most az jutott eszembe, azt adta az Isten az én számba, az én fejemben, hogy Uram, én te hozzád akarok futni, és élő vízre szomjazok. Jó megtapasztalni ezt a bizonyságot. Nagyon jó volt átélni ezt a bizonyságot, mikor valaki megvallja az ő hitét, mikor valaki Krisztushoz akar tartozni, és ebben a drága igében akarja elmondani, hogy ne önmagunkat, ne az emberi okoskodásunkat prédikáljuk, hanem az Istentől kapott drága kincsel élve tudjunk gazdagítani akár másokat is. Testvérek, tudjátok gazdagítani a gyülekezeten belül egymást, és ha kell, akkor meg kell tanulnunk újból egymás mellé beállni. Ha kell, akkor meg kell tanulnunk újból és újból megbocsájtani egymásnak. Ha kell, akkor újból és újból meg kell tanulnunk arra, hogy Istennek mi olyan életet éljünk, hogy ő gyönyörködjön bennünk. Nagyon sokszor emlegetjük a 37. Zsoltát. És nagyon sokszor szeretjük emlegetni azokat az igéket, amely a szívünket, meg az életünket úgy simogatja. De úgy folytatja ez a Zsoltár, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked a te szíved kérését. Emberek, és nagyon nem akarok senkit negatívan beállítani, de sokszor jobban szeretjük a igének a másik részét. A gyönyörködés kell, hogy a mi életünkben a legnagyobbá váljon.
És mikor mindent odaadunk Krisztusnak, akkor jön és megváltoztatja a mi életünket, a mi gondolkodásunkat. Lehet, hogy 30 évig nem jól gondolkodtunk. És jön az Istennek a szelleme is felül kell, hogy írja az ő igéje kapcsán azokat a drága áldott állapotokat, amelyben ő meg akarja operálni, mint egy áldott orvos egy-egy gyülekezetnek az életét. Hogy ez a drága kincs, amit hordozol és hordozok az én cserépedényemben, az ne legyen olyan repedezett, ne legyen olyan sérülékeny. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez a cserépedény nagyon hamar összetörik, de van-e bennünk élő hit és élő reménység, hogy én találkozok az én megváltó mesteremmel? Mert az én életem azt prédikálja, aki a megfeszített Krisztus. Így kell neked és nekem helytállnom annak érdekében, hogyha ez a cserépedény sérül, akkor biztos mencsvárad legyen a te életedben. Elég, testvérek, egy pici vérrög. Csak elindul az ember életében, elindul az embernek a szervezetében. Nem látja senki, és van ennek egy rossz hatása is akár, és lehet. Minden pillanatban fel kell, hogy készüljön a te életed, hogy ebből a kincsel, az evangéliumnak drága örömhírével jól tudjál sáfárkodni. Ott legyek a Krisztusnak a jelenlétében, akarjam megérteni őt, és vigyázok erre a drága kincsre. Inkább nem a földi kincseket gyűjtve, hanem a mennyei bankszámlaszámon akarom, hogy még több kincseim legyenek. Mert Istennek ez kell, hogy meghatározza a te életedet, és ez kell, hogy valóra váljon az én életemben is. Mert így tudja dicsőíteni önmagát, meg a te számodra és mindannyiunk számára. Igen, Istennek a pedagógiájában azt látjuk, hogy sokszor vannak próbák, nehézségek, és mindenki sorolja fel azt, ami éri az ő saját életében. Pál apostol is felsorol pár dolgot. Azt mondja, szenvedünk, ő is szenved. De tudja, hogy Isten vele van. Az a Krisztus vele van, aki ott a damaszkuszi úton megszólította őt. Isten minden körülmények között megtartotta Pál apostolt. És ugye már nekünk olyan dolgokat nem is kell átélni, mint az apostoloknak. Sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Az apostolok azért abban az időben vértanul halált haltak Krisztusért. Mégis boldogan mondja Pál apostol is vallja az ő életében, hogy mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de nem veszünk el. És mennyire jó ezt átélni. Pál apostol szavain keresztül, akit látjuk, hogy sok üldöztetés árán hajótörést, volt, amikor megkorbácsolták, volt nagyon sokszor börtönben, van az ő élete, és még megkötözve is, úgy, hogy rajta vannak a bilincsek, kezén, lábán, még ő segít másokon is. A szigeten gyűjti a rőzsét, hogy a többiek fel tudjanak melegedni. És még előtte a megtartó igét mondta mindennyiuk számára, hogy ne féljetek, mert mellém állt az Istennek az angyala az éjjel, és nem vesz oda senki, csak a hajóvészel. Testvérek, mennyi bátorság és mekkora drága, gazdag kincs van Pál apostolnak az életében, az ő szolgálatában elrejtve, de a te életedben ott van ez a drága áldott kincs, hogy tudod vigasztalni azokat, akik vigasztalásra vannak szorulva. Oda tudunk-e állni azok mellé, akiknek szükségük van az ő élethelyzetükben. A szolgálatban járó szenvedések kapcsán tudjuk-e bizalommal rábízni a mi életünket mi is, úgy, ahogy Pál apostol is rábízta és bízott az ő drága mesterében. Testvérek, én azt kívánom az én szívemben, hogy őrizzétek meg ezt a kincset, amit rátok bízott az Isten. Ez a kincs az enyém és a tiéd. Akik hallják, akik szomjúhoznak az Istennek az igazságáért. Hát őrizzük meg, és ha vele való találkozás kapcsán
boldog, reményteljes jövővel tudjuk mondani az énekíró szavával, hogy én várlak, Uram, téged, várom azt a mestert, azt a drága vőlegényt, aki elpecsételte az én életemet, aki azt mondta, hogy te az enyém vagy, aki azt mondta, hogy markaimban metszettelek téged. Testvérek, ne engedjük, hogy a földi dolgok meghatározzák a mi életünket és a te életedet, hanem inkább engedd, hogy az isteni, a mennyei drága kincsekből tudjunk gazdagodni. A Galácia 5.22 9 gyümölcsről beszél. Én azt kívánom, hogy a Lénádalóci gyülekezet életét határozza meg ez. Ha hazamentek, olvassátok el. Kívülről is nagyon könnyű megtanulni ezt a 9 gyümölcsöt, de az a legjobb, mikor az ember mérlegre teszi az életét, és azt mondja, Uram, ebből a 9 gyümölcsből mennyi van az én életemben? A legelső a szeretet. Itt dől el minden. Vizsgáljuk meg, és engedjük meg, hogy Isten megvizsgálja a mi életünket, az áldott orvos. És mondjuk azt, Uram, én a te kezedből elfogadom ezt, és akarok veled élni. Segítsen bennünket erre, és legyünk úgy, és olyanval fejezem be az én szolgálatomat, hogy ahogy az énekíró is mondja, hogy légy örömmondó békekövet, és hirdessük az Istennek drága, szent és csodálatos dolgait mindannyiunk életében, mások számára is. Amen. Atyám, áldalak és magasztallak téged, mindenható Isten, aki teremtetted a földet, az eget és a benne lévő mindenséget, édesatyám. Oly hálás van az én szívem, azért, mert te megszólítható Isten vagy. Közel vagy a megtört szívűekhez, édesatyám, és ki akarod nyilvánítani a mi életünkben a te drága igazságodat. Oly jó te benned bízni, és rád hagyatkozni. Annak az embernek mindig áldás van az életében, aki benned bízik. Segíts, Uram, ebben a törekvésben. Segítsd a mi életünket, atyám. És segítsd, Uram, hogy olyan szolgáid, olyan gyermekeid legyünk itt a földön, akik be tudják tölteni, Uram, azt a szolgálatot, amelyre te bennünket elhívtál, hogy vigyázzuk és óvjuk ezt a drága kincset, amit ránk bíztál, hogy tudjuk ezt tovább adni, hogy legyünk készek, Uram, a kellemes időben sokszor megszólalni. Ma még tart a kellemes idő, még van a kegyelemnek napja, még kell, hogy több ember, több szív hallja meg a Krisztusról szóló drága evangéliumot. Édesatyám, köszönöm Gabriellának az életét is, aki a mi közösségünkben van, és te előtted úgy áll meg nagyon sokszor, mint aki véled váltott gyermeked. Köszönöm, Uram, az ő életét, és olyan csodálatos az élő Istenben bízva, rábízni egy-egy testvérünk életét, Uram, amikor imádkozunk egy héten keresztül egymásért, mikor harcolunk egymásért, mikor megtanulunk dolgokat a te drága igazságot kapcsán, mikor nagyon sokszor odaülünk, Uram, a te lábaidhoz, és ő is mikor sokszor megkeres, akár az ő otthonában, akár az ő munkahelyén, bízva tudja, Uram, hogy te vele vagy és mellette állsz. Úgy, ahogy Pál apostol mellé és mellé álltál, és küldted a te drága angyalodat, küldted a te drága segítségedet a mi életünkben is, Uram, azt mondod a te ígédben, hogy velünk vagy, atyám, és az ő életével is vele vagy, mint hatalmas hős. Köszönöm Gabriellának az életét, azt a drága életet, amelyet te oda ajándékoztál az ő számára. Sokszor, Uram, elég egy drága barátságos tekintet. Sokszor elég az, hogy egymás szemébe meglássuk a Krisztust. Uram, add, hogy az ő életében és az ő tekintetében ott legyen a Krisztusnak drága világossága, ereje, bizonysága, annak a drága békessége, amelyre nagyon nagy szüksége van az ő számára, és mindannyiunk számára.
Köszönjük, édesatyám, hogy ilyen élettel ajándékoztad meg őt. Sokszor beszélgessél el, édesatyám, az ő vele, és a te áldásod, Uram, nyugodjon meg az ő életét minden egyes pillanatban, mikor segítségül hívja a te nevedet. Köszönöm, édesatyám, hogy így bízhattuk rá, és továbbra is így bízunk abban a drága ígérettevőben, aki soha nem fog mást mondani a mi számunkra, csak egyedül az ő drága isteni igazságát, és ez bennünket feljogosít arra, hogy mi örökösök vagyunk. Gabriella is így válik örökössé, édesatyám, és így bízik a te drága áldásodban. Köszönjem, Uram, az ő életét. Segítsd és támogasd őt minden nap. Töltsd be az ő szükségét, és a te drága erődből adjál az ő számára. Édesatyám, köszönjük, hogy minden egyes pillanatban átélhessük a veled való összetartozás által, hogy nekünk van egy megváltó mesterünk, van egy Krisztusunk, aki előttünk halad. Uram, áld meg azokat az embereket a gyülekezetben, akik nehézségben vannak, akik valamilyen szükségben vannak. És ide soroljuk, Uram, Szabó Martinnak is az életét, Szabó családnak is az életét. Uram, támogasd őket, mert szükségük van rá. Szükségük van, Uram, a te erődre. Szükségük van arra drága bizonyságra, amelyet te akarsz betölteni az ő szívükbe is. De nem csak az ő szívükbe, hanem az egész gyülekezetnek a szívébe. Atyám, mi áldunk és magasztalunk téged minden időben. Amen.